A győri börtönbe először jutott be a tévékamera. A biztonsági szolgálat vezetője Mónus Ágnes riportjában elmondta, hogy a bizonytalanság begyűrűzött a börtönbe is. Megmutatjuk, hogyan, hiszen most nem csak a kiszabadultakról kaphatnak képet, hanem a 100 börtönlakó és őrzőik benti életét is megismerhetik. Jól jön tehát a nyilvánosság a rács mögött is. 88 óta vagyok itt. Mi a véleménye az itt tapasztalható viszonyokról? Hát mostanában inkább romlanak, ahogy én elnézem. És milyen szempontból érzi ezt? Hát, tehát valahogy így a jogainkat hangoztassák tévében, rádióba, de ugyanúgy ezt nem lehet így tapasztalni. A mostani társadalmi átalakulás során észrevették-e, hogy a rabok több jogot követelnek maguknak? Hát tulajdonképpen igen, hát ide is begyűrűzik, vagyis bejön a demokrácia szelleme. Tudnék, ők is követelőzőbbek, de hát a mi jogszabályaink itt szigorúan be vannak határolva, hogy mit lehet, mit nem lehet, ezek még nem változtak, tehát mi ugyanúgy dolgozunk, mint eddig, ha bár itt a személyi állomány körében is, az elítéltek körében is azért a hangulat kicsit változott, talán azt is mondhatnám, hogy a bizonytalanság most nálunk is úgy, mint a társadalomban azért begyűrűzött. Kértek véleményt tőlünk, az intézet vezetésétől, azt hiszem az országos jellegű volt, hogy milyen változtatást látunk szükségesnek a jövőben, hogy az elítéltek nevelése, tehát a társadalomban való visszailleszkedésük segítése érdekében milyen intézkedések volnának szükségesek, vagy és mit tartunk célszerűnek változtatni. Hát mi javasoltuk itt a munka jellegét megváltoztatni. Hogyha kötelező, akkor ugyanazt a bért kapják, mint a polgári életben, a szabadság ugyanaz legyen, mint a polgári életben, ezen kívül számolják munkaviszonynak, amiben dolgozik, és ugyanúgy fizessen társadalombiztosítást, illetve adózzon ugyanúgy, és ugyanazok a jogok megillessék, mint kint a társadalomban egyébként dolgozókat. Ezen kívül a rövid tartomú eltávozást sűríteni. Tehát ne legyen fél évhez kötve fél évenként, hanem a havi, esetleg két heti eltávozást, két napos eltávozást, esetleg havonta 4-5 napos eltávozást rendszeressé tenni. Milyen a jó börtön? Hát a jó börtön? Hát ezt nehéz megfogalmazni. Jó börtön aztán nincs is, mert minden börtön rossz mindenki részére. Tehát elítélt részére is, aki benn dolgozik, talán annak is. Jó börtön volna talán akkor, hogyha minden anyagi feltét adott volna. Tehát azok, amit mi szeretnénk, biztosítottak lennének, az anyagi ellátásuk, kulturális lehetőségek sokkal nagyobbak volna, többet tudnánk nyújtani. Tehát jó volna akkor, tényleg azt mondom, hogy videót nézhetne naponta, amit kívánság szerint kiválaszt, illetve nagyobb könyvtárral rendelkezünk, sport lehetőségek, külön sport termünk volna, ahol télen-nyáron sportolat tetszése szerint. De hát ez csak egy idő, hogy ilyen talán van valahol nyugaton. Nálunk nincs ilyen lehetőség. Például mondjak egy konkrét példát, van itt ez a rádió az elítélteknek. És akkor egész nap opera megy benne, akkor jó nagy hang van rajta, hogyha van egy kis zene, ami jobb, akkor lehalkítják. Nem vagy... lehet ezt kérni, hogy könnyű zenét sugározzanak? Nem, akkor azt mondják, menjen el panaszra, ha nem tetszik. Van olyan fórum ebben az intézményben, ahol ön panasszal élhet? Hát ez egy olyan dolog, hogy egyik kutya nem harapja meg a másikat, tehát ismerik egymást itt a vezetés konkrétan. Tehát, hogyha nekem itt a legkisebb bőre problémám van, akkor azt nem oldja meg nekem a parancsnok se. Nem szólhat a nevelőjének? Szólhatok neki, de vagy mosolyog, vagy most például az volt, hogy itt megfenyítettek. Lehívtak a nevelőhöz, és azt mondta, hogy ne csináljuk többet ilyet, tehát nem adott akkora fenyítést, amit itt elvártak volna. Csak a havi kiétkezésemet lecsökkentették a felére. Milyen a viszony az elítéltek és a parancsnokok, illetve a felügyelők között? Mondhatnám azt, hogy munkatársi viszony. Ugyanúgy, mint kint a polgárnyelvből vannak nézeteltérések a beosztott és a vezető között, itt is vannak vélemények, nem lehet kinyilvánítani, de azért ezt lehet érezni, hogy melyik az a felügyelő, aki nem tetszik épp az elítélteknek. Ha gondjuk van, azt úgyis elmondják a vezetőknek, nekünk elmondják minden esetben, hogy ki az, aki éppen nem úgy ténykedik, ahogy azt elvárható tőle, és igen kényesek ők a személyiségű oldalra. Újra tudja kezdeni az életet tisztességesen? Hát nem segítenek, nem hiszem. De akkor visszakerül ide? Valószínű, hát nem akarok visszakerülni, de hát... Két keze van, fiatal erős ember. Miért kell lopni? Ha lesz munkám, akkor természetesen dolgozok, de ha nem lesz, akkor mit tudok csinálni?